Sziasztok, szép jó napot kívánok mindenkinek! Ebben a gyönyörű napsütéses, bár karanténban töltött időben egy olyan videóval készültem nektek, amiben egy kicsit összefoglalom a meditációknak a jótékony hatását. A Zefinek a Facebook oldalán, illetve a YouTube csatornákon már találkozhattatok különböző relaxációkkal és meditációkkal, amiket feltöltöttünk nektek. A mazsola meditáció ugye egy nagyon jó mindfulness-es gyakorlat, a bodyscan meditáció került fel, illetve a szorongásra is készítettünk már nektek egy meditációt. Arról már valószínű esett szó itt nálunk is, meg azért sok helyen lehet olvasni, hogy mondjuk a stresszkezelésre milyen jó hatással van a meditálás. Igen, ez alapvető tény, majd mindjárt kifejtem, hogy ennek milyen tudományos bizonyítékai is vannak, hiszen ezt nagyon sokan kutatták, egy nagyon jó kutatási téma. Ugye ez a világ egy nagyon-nagyon túlstresszelt világ, rengeteg inger információ ér minket, nagyon sok mindenre kell hirtelen reagálnunk, ami mondjuk adott esetben egy frusztráltságérzést is adhat számunkra. És hogyha valakinél hosszú távon megjelenik egy extra stressz, és ezzel bizony nem tud mit kezdeni, akkor ez már fizikális tüneteket is produkálhat a szervezetben, hiszen hosszú távon a stressznek nincsen jó hatása. Azt mutatják a kutatások, hogy 6 emberből egynél a különböző szorongás érzetek azok állandósulnak, és a nők bizony-bizony nagyobb veszélynek vannak kitéve, a nőknél 2-szer nagyobb eséllyel tud állandósulni ez a szorongás érzés, mint a férfiaknál. Tehát, hölgyeim, mindenkit arra buzdítok, hogy tudatosan figyeljen saját magára, keresse azokat az elérhető módszereket, amelyekkel a szorongást, a különböző stresszeket tudják csökkenteni, illetve levezetni. Ugye, hogyha valakinél egy állandósult szorongásérzés jelentkezik, akkor hogy milyen tüneteket produkálhat, egyrészt ott van, hogy a koncentrációs képessége az csökken, nem feltétlenül tud úgy figyelni dolgokra, feladatokra, mint ahogy ő szeretne, és ez a szorongás érzés, ez ott állhat bizony ennek a hátterében. Alvászavar is nagyon könnyen kialakulhat egy fokozott szorongásos időszakban, ami hosszú távon szintén nem jó a szervezetnek, a minőségi alvásra szükségünk van, és ugye az sem mindegy, hogy hány órát alszunk, az meg leginkább nem mindegy, hogy azt a bizonyos óraszámot milyen minőségben aludjuk végig. Aztán itt van még egy, ami egy kifejezett tünet lehet, hogy valaki nagyon nyugtalan, nagyon ingerlékeny, hogy ez állandósul az életében, ez intőjel lehet, hogy egy szorongás már masszívabban jelen van az életében. Ugye a meditálásnak nagyon sokféle változata létezik, az interneten is számtalan helyen lehet találni. Én majd itt a videónak a végén kettőféle módszert emelnék ki, ami igazából lefedi a meditációknak a sokaságát, de hogy két irányát fogom megmutatni, illetve hoztam nektek mára egy nagyon rövid meditációt, aminek a fókuszában a jó szándék és az együttérzésnek a kifejeződése, ennek a tudatosítása lesz. Ígértem, hogy egy picit tudományosabb megközelítésből jövök most a meditálással. Ugye az egy annyira jellemző a mai működésünkre, legalábbis a legtöbb emberen ezt látom, hogy mivel nagyon sok információ jön felénk, tele vagyunk gondolatokkal.
ezek a gondolatok folyamatosan cikáznak, csaponganak az agyunkban, és egy ilyen nyughatatlanság érzést tudnak kiváltani. Na ez az, amivel kicsit foglalkoznunk kell. Ugye, hogyha fáj valamink, vagy bármilyen tünetet észlelünk magunkon, bármelyik testrészünkön, akkor arra nagyobb figyelmet fordítunk. Viszont ez, hogy tele vagyunk gondolatokkal, és nem tudunk igazából lecsendesedni, ezt nem vesszük intőjelnek, pedig az agyunk ezzel jelez, hogy bizony neki is szüksége lenne a pihenésre, meg az odafigyelésre. Így például az agyunkat nagyon szuperül karban tudjuk tartani különböző meditációkkal. A meditációknak kiemelendő, hogy ajánlott rendszeresen végezni. A kutatásokat is úgy végezték, igazából az agy működését vizsgálták, 8 hetes periódust határoztak meg, hogy 8 hét alatti rendszeres meditálás, gyakorlás vajon milyen hatással van az agyi működésre. Egyrészt az agyban található az amigdala, ami az érzelmi központ az agyunkban. Erre képzeljétek el, olyan hatást bír a rendszeres meditáció, hogy aktiválja azt a fajta, hát igazából kontrollt, hogyha lehet így mondani, hogy egy picit ezt az érzelmi központot lenyugtatja a meditáció. Az érzelmeinket is mondjuk túlfűtött helyzetekben sokkal jobban tudjuk kezelni, kontrollálni. Nem szűnnek meg az érzések, csak sokkal jobban tudunk bánni azáltal, hogy az agyunknak ez a része egy kicsit úgymond tréningezve van ezekkel a meditációs gyakorlatokkal. Fontos kiemelni, hogy itt ezt az érzelmi központot tartósan tudja a meditáció befolyásolni, vagyis nem csak pillanatnyi hatása van a meditálásnak, hanem hosszú távon ez ennél az agyi résznél be tud épülni. Éppen ezért tudnak a meditációk nagyon-nagyon hatékonyak lenni a félelem, szorongás és különböző hangulatzavaroknak a kezelésében. Szintén még egy agyi terület, amit vizsgáltak, ami nem más, mint ami a memóriáért felelős. Szintén, hogyha 8 héten keresztül rendszeres a meditáció az életünkben, akkor tudjuk a memóriánkat fejleszteni. Megnézték, ugye a memória központ a hippocampusz rész az agyunknak, és vizsgálták, hogy meditáció hatására ennek a hippocampusznak a szürke állományi része az megsűrűsödik, ezáltal a koncentráció képesség megnől, illetve sokkal jobban tudunk tanulni, memorizálni dolgokat rövid és hosszú távon egyaránt, tehát szintén egy ilyen agyi tréningezés, ami a meditáció hatásánál megjelenik. Még egy dolgot vizsgáltak, egy kicsit az agyon túl, ezek pedig a génjeink. Azt nézték meg, hogy mondjuk azokra a génekre, amelyek a gyulladások kialakulására, vagy a szervezet stressz reakciójának az elcsendesítésében felelős gének, vajon hogyan viselkednek, vagyis itt már elszóltam magam, mert hogy nem az elcsendesítésében felelős gének, hanem maga azok a gének, amelyek a stressz reakciót adják a szervezetben, illetve amelyek a gyulladások kialakulásáért vannak jelen, hogy ezek csendesednek el, tehát a génjeinket csendesíti el, vagyis rendszeres meditáció hatására a gyulladások sokkal kisebb eséllyel alakulnak ki, egy ilyen regenerálódást nyújt a szervezetnek, illetve, hogy a különböző stresszreakciók sem úgy jönnek, ahogy mondjuk meditáció nélküli időszakban.
találtam egy cikket a neten, amely nagyon jól összefoglalja, hogy miért érdemes elkezdeni meditálni. Nagy részét az előbb már kifejtettem, viszont egy ilyen 10 pontos összefoglalót azt gondolom, hogy érdemes kiemelni, úgyhogy most ezt sorolnám fel nektek, hogy mi ez a 10 pont. Az első, hogy a meditációtól az agyunk szürke állománya az több lesz, vagyis az előbb is hallottátok, hogy legalábbis sűrűsödik, megváltozik a szerkezete, ami által az egész agyi működésünk, illetve a gondolkodásunk is tud változni. Második, amiért érdemes elkezdeni, hogy csökkenti a szétszórtságot, illetve nagyon jól kezelhető vele a depresszió és a szorongás. Átformálja az agyat, tanulékonyabbá válunk tőle, hallottátok, memóriánkat kiválóan tudja fejleszteni, valamint ez mondjuk 8 hét alatt már a koncentráció képesség is nagy mértékben tud javulni. A feszültségeket, illetve a függőségeket is kiválóan tudjuk vele kezelni, vagyis hogyha valaki éppen mondjuk dohányzás leszokásban gondolkodik, érdemes meditációval kiegészíteni azokat a lépéseket, amelyeket azért tesz, hogy leszokjon például a dohányzásról. A gyermekeknél érezhető, hogy boldogabbak, egészségesebbek és sikeresek lesznek tőle, illetve hogyha már gyerekkorban beépül a meditálás a hétköznapokban egy rutinná válik, ugye ugyanúgy, mint egy helyes fogmosás, vagy egy helyes kézmosás, hogyha már gyerekkorban megtanulja valaki, akkor már ezzel is sokat tud tenni annak érdekében, hogy egészségesebb felnőtt váljon belőle, arról nem is beszélve, hogyha mondjuk az egészséges táplálkozást tudja már gyerekkorban a magáinak tudni, ugye különböző intézményeken, illetve a családon keresztül, de hogyha a meditálás is már beépül gyerekkorban, akkor felnőtt korára egy sokkal kiegyensúlyozottabb életet tud élni azokhoz képest, akik nem részesítik előnyben a meditálást, akár mindennaposan. És akkor itt még van a felsorolás, hogy megszünteti az inszomniát. Ugye az elején mondtam, hogy az alvászavarok előfordulhatnak egy túlfűtött szorongásos állapotban, illetve egy elnyújtott szorongásos szakaszban. Az inszomnia az alvászavarnak egy fajtája, és ezt nagyon-nagyon jól tudja kezelni. Aztán itt van még, hogy újraindítja, kitisztítja a fáradt, kiégett elmét, vagyis nagyon jól tudjuk vele tisztítani a gondolatainkat, és jól tudjuk vele tölteni a szervezetet. A raktárakba tudunk különböző, úgymond töltőanyagokat tenni általa, ami hosszú távon szintén kifizetődő számunkra. És ami nagyon pozitívum benne, hogy kis erőfeszítést igényel az elsajátítása, érdemes mindenkinek kipróbálni különböző meditációkat, és eldönteni, hogy saját maga számára melyik az, ami inkább beválik. Hogyha nagyon el szeretném különíteni a meditációkat, akkor leginkább két csoportra osztanám, és ezen belül pedig nagyon sok verzió van, de a két csoport az, hogy a vezetett meditáció, a másik pedig a szabad gondolatos meditáció. Ugye a vezetett meditációnál egy fix gondolat mentén jönnek az instrukciók a meditálónak, és igazából ezzel zárja le a külső gondolatokat, hogy éppen csak arra az adott egy dologra, gondolatra tudjon fókuszálni, minden mást kizárni. Fajtája pedig a meditációknak, ahol szabadon áramolhatnak a gondolataink. Ugye itt ennek pont az a lényege, hogy nincsen semmilyen vezetett dolog, általában vagy egy zenére, vagy a légzésre koncentrál az illető, de hogy egyébként nem vezeti a gondolatokat senki és semmi, hanem azok maguktól jöhetnek, cikázhatnak. Itt azt tapasztalták, hogy ezek a szabad gondolatú meditációk nagyon jó hatással vannak olyan szempontból, hogy a saját érzelmeinkkel
kapcsolatos aktiválódás sokkal nagyobb, vagyis az agyunknak elkezd egy olyan működése beindulni, amivel a saját érzelmeinkre sokat tudunk figyelni, vagy akár reagálni. Mondjuk az emlékeinket is sokkal inkább tudjuk kezelni, vagy éppen feldolgozni, ezért különböző pszichoterápiáknak is részévé szokták tenni a meditációkat, vagyis ajánlják ezeket. Nagyon jól lehet dolgozni saját magunkkal. Azt látták ezeknél az agyi működési vizsgálatoknál, hogy sokkal inkább aktiválódnak ezek a területek az agyban, saját érzelmeinknél, mint amikor pihenünk, tehát egy átlagos pihenésnél sokkal jobban ki tudjuk használni a meditációt arra a célra, hogy tegyünk saját magunkért, saját egészségünkért. Itt ugye összekapcsolnám, hogy a fizikális egészség és a mentális egészség az kéz a kézben jár, a kettőt elkülöníteni egymással nem lehet, éppen ezért a meditáció is komplexen hat az egészségünkre, nem lehet külön választani, hogy csak erre, csak arra, hanem az emberre van nagyon jó hatással. Most itt a kis videómnak a végén, ahogy említettem, egy rövid, pici meditációt hoztam nektek, ami nem más, mint a jó szándék és együttérzés meditációja, viszont amíg ezt elmondom nektek, leveszem a képet, és itt talán egy ellazultabb állapotba tudtok kerülni, hogyha csak hangot hallotok. Hogyha készen állsz, akkor kérlek egy nagyon kényelmes pozíciót vegyél fel, üljél le egy kényelmes székbe, vagy feküdj le egy nagyon kényelmes kanapéra. A lényeg, hogy érezd jól magad abban a helyzetben, ahogy éppen a tested tartózkodik. Nagyjából egy 4-8 perces időt vesz igénybe ez a kis meditáció. Nagyon nagy előnye, hogy együttérzésre sarkal, a düh, mint érzést csökkenti, és az emberi kapcsolatainkat is segít helyreállítani. Hogyha elhelyezkedtél, kérlek, hunyd le a szemed, és lassítsd le a légzésed. Koncentrálj a belégzésre, és a kilégzésre. Nem kell nagyon mély levegőket venni, csak ami kényelmes számodra. Érezd, hogy kilégzel, belégzel, beszívod a levegőt, kiszívod a levegőt, kifújod a levegőt, és közben, amíg a légzésed ugye automatikusan történik, csendesen ismételgesd magadban, hogy légy boldog, légy egészséges, légy könnyű. Ezt 1-2 percig mondogass magadban. Légy boldog, légy egészséges, légy könnyű. Légy boldog, légy egészséges, légy könnyű. Légy boldog, légy egészséges, légy könnyű. Majd ezt a kis mantrát terjeszd ki valamelyik szerettedre, és ugyanúgy ismételgesd 1-2 percig. Gondolj erre a szerettedre, és mondd ki, hogy ismételgesd magadban, légy boldog, légy egészséges, légy könnyű. Folyamatosan ismételgesd ezt a mondatot. Légy boldog, légy egészséges, légy könnyű. Most pedig
Gondolj valaki olyanra, akinek valamiért meg kell, vagy meg kellene bocsájtanod. Mert lehet, hogy megbántottad valamilyen szóval, vagy tettel. Gondolj rá. Gondolj rá, és ismételgesd ugyanezt a mondatot. Légy boldog, légy egészséges, légy könnyű. Légy boldog, légy egészséges, légy könnyű. Mondogasd folyamatosan. Most gondolj a közösségre, amelynek része vagy, azokra is, akiket talán nem is ismersz, és most is mondogasd ezt a mondatot. Légy boldog, légy egészséges, légy könnyű. Légy boldog, légy egészséges, légy könnyű. Légy boldog, légy egészséges, légy könnyű. Most figyelj újra a légzésedre, ahogy belégszel, kilégszel, belégszel, kilégszel. Szépen lassan nyisd ki a szemed, és a meditációnak vége is. Ahogy ígértem, ez egy nagyon rövid kis meditáció volt. Ez a jó szándék és együttérzés meditációja. Ez egy ősi szeretett meditáció valójában, és nagyon régóta gyakorolják ezt emberek. Be lehet ezzel hívni a pozitív hozzáállást, saját magunk és mások elfogadásában is nagyon nagy segítséggel van, és behívjuk ezzel a szeretetet is az életünkbe. Hiszen, hogyha szeretetet be tudunk fogadni, akkor tudunk kifelé is adni, és fordítva. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek a mai videót. Csináljátok, azt kívánom, ezt a mini szeretett meditációt minél gyakrabban. Fordítsátok a javatokra, gyakoroljatok, és hogyha bármilyen kérdésetek van meditációval, akár a videó kommentjében, vagy a zefikukaszesz.hu e-mail címre írva, elértek minket, és válaszolunk a kérdéseitekre. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Az online program a WECOP 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 00-04-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.